Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem a sajtó megjelent képviselőit, és igyekszem természetesen megfelelő időkeretben megtartani a mai sajtótájékoztatónkat. Ugye a tegnapi napon nem kívántunk a sajtóban megjelent hírekre nyilatkozni, amelyet természetesen személyesen is igyekeztem, tapasztalatot gyűjteni. Viszont a mai napon azért is, mert tisztulni látszik a helyzet, szerettük volna azt, hogy a mai napon ez a sajtótájékoztató meg tudjon történni. Azért sem szerettünk volna tegnapi napon megszólalni, hiszen egymásnak ellentmondó információk kerültek napvilágra, és az egymás után változó információk világában nem szerettünk volna idő előtt állást foglalni. Engedjék meg, hogy a sajtótájékoztatót három részre bontsam. Először is én azt gondolom a legfőbb és legfontosabb pont, hogy hiteles információkat kapjanak az emberek, az itt élők, az ország közvéleménye, és hogyha nem egy Isten a nemzetközi sajtó figyel ránk, akkor ők is az elmúlt napokban történtekről. Éppen ezért felszólítom a Vas megyei rendőrfőkapitányság illetékeseit, hogy minél hamarabb tisztázzák a helyzetet, amennyiben pedig bűncselekmény vagy szabálysértés történt, derítsék fel az elkövetőket, és tegyék meg a szükséges lépéseket. Követelem, hogy a vizsgálatról részletesen tájékoztassák a körmendi lakosságot és a város vezetését is, hogy így elejét tudjuk venni azoknak az információknak, amelyek az elmúlt napokban kimentek a sajtóba, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy félrevezessék a közvéleményt. Valamennyiünknek érdeke az, hogy azt a folyamatot, amelyet elindítottunk, azt tovább folytassuk. Vagyis mi kértük azt, hogy a rendőrség fokozott jelenléte legyen itt a városban, és én azt gondolom, ez megtörtént. Tehát akik Körmendre jönnek, azok érzékelhetik, hogy a rendőrség végzi a munkáját, és ezzel kapcsolatosan a külső feladatok ellátása rendben van. Másrészt kértük azt, hogy a honvédség érkezzen a városunkba és legyen jelen, ők is végzik a feladatukat, segítenek a rendőröknek a rend fenntartásában. Kértük azt, hogy a polgárőrség csatlakozzon be ebbe az együttműködésbe, nekik támogatást is biztosítottunk, és a továbbiakban is biztosítani szeretnénk további támogatásokat, amivel kértük őket, hogy segítsék helyismeretükkel az itt elvégzendő munkát. Szeretném azt jelezni valamennyiük számára, hogy a belügyminisztériummal egyeztetéseket folytattunk, és a kamerarendszer kibővítését illetően a munkálatok elindultak, az egységesítés elkezdődött. Koncentrálunk azokra a helyekre elsősorban most, amelyek érintettek a migránstáborral kapcsolatban. Ebbe beveszünk olyan területeket is, amelyeket az eddig esetleg elkerülték a figyelmünket, és természetesen az elkövetkezendő napokban a kiépítés meg fog történni, az önkormányzata ez a lehetőséget a saját kereteink biztosította, valamint a belügyminisztérium fele a kérelmünket elindítottuk, egy megfelelő városi költségvetésen keresztül működő rendszerben igyekszünk a feltöltést kezdeményezni, és erre nyitott a belügyminisztérium, tehát szeretném ezt valamennyiük számára jelezni. Tehát az együttműködés az, én azt gondolom, ebből a szempontból zavartalanul zajlik. Fontos az számunkra viszont, és ez engedjék meg, hogy ez a második része legyen a sajtótájékoztatónak, hogy hiteles tájékoztatás valósuljon meg. Sajnálatos módon olyan híresztelések jelentek meg az ATV internetes portálján, amelyek a valóságot semmiféleképpen nem tükrözik, sőt, azzal teljes mértékben ellentétesek. Én azt gondolom, valamennyiünk érdeke az, hogy a tájékoztatás hiteles legyen. Valamennyiünk érdeke az, hogy
egy településen az ott élő emberek békében tudjanak élni. De azt nem tudjuk elfogadni, hogy olyan híranyag menjen ki, és olyan színbe tüntessék fel a városunkat, amely teljes mértékben ellentétes azzal, amelyek ott megjelentek. Ráadásul azt is, hogy olyan hírek jelenjenek meg, amelyek távol vannak a valóságtól. Én azt gondolom, valamennyiünk érdeke, hogy a rendőrség vizsgálja ki a történteket. Hiszen vannak törvények, amelyek pontosan erre a területre vonatkoznak, és itt engedjék meg, hogy megköszönjem azoknak a sajtó termékeknek a hiteles tájékoztatást, akik igyekeztek körmenthez korrektek lenni. De akik ellenőrizetlenül adtak ki híranyagot körmendről, és az itt történtekről, engedjék meg, hogy elítéljem. Elítéljem, hiszen valamivel játszanak. A körmendiek biztonságával, a körmendieknek a jó hírével játszanak. Tehát egy település jó hírét viszik a képviselők, és én azt gondolom, hogy ez fontos valamennyünk számára. Éppen ezért felszólítom a rendőrséget, hogy vizsgálja ki az egész ügy hátterét. Egy. Ki az, aki a tájékoztatást biztosította az atv.hu hírportáljának? Ugyanis világosan tapasztalható, hogy az ott megjelent cikk az nem az írott, tehát az írás készítő nem volt jelen, és nem volt helyismerete róla. Tehát nem is tudhatta, hogy igazából mi történt. Kettő, vizsgálja ki, hogy honnét kapta ezt a híranyagot, hiszen vannak kapcsolódások, hiszen valaki megjelent ott, aki a híranyagot igyekezett szolgáltatni a hitelességtől eltérően. Mai napon világossá vált számunkra, hogy sem az edzésen incidens nem történt, sem a lányokat kapcsolatban nem léptek a migránsok, sem pedig olyan dolog, ami esetleg arra utalna, hogy valami erőszakos cselekmény történhetett volna. Az, hogy betörött egy ablak, szeretném jelezni önök részére, hogy van olyan jegyzőkönyv, amely nem ettől ezeken a napokon született, hogy az ablak repett állapotban volt. Tehát bárki, aki neki dőlhetett, az és megpróbált benézni a csarnokba, annál esetleg betörhetett az ablak. Tehát én azt gondolom, hogy valakinek az volt a szándéka, hogy rémhírt terjeszten, hogy felbújtson, hogy esetleg az embereket lázítsa az ott folyó tevékenység ellen. Ezt a város nevében visszautasítom. Tehát én szeretném azt, hogy a hiteles tájékoztatás folyjon az elkövetkező időszakban, hiszen mind az edzők, mind az ott lévők, azok ezzel ellentétesen nyilatkoztak. Tehát jelen pillanatban az az információ, hogy az edzésen nem történt semmi. Az edzésen nem volt egy ablak betörött. De én kérdezem én, hogy a sajtó képviselői miért nem arról írnak azok, akik a szenzációt próbálják megkeresni, hogy a zsidó emlékműt megrongálták emberek. Miért nem erről írunk, amely én azt gondolom, botrányos és elfogadhatatlan számunkra, hiszen a városnak több millió pénzén készült. És talán azt is megkérdezem, hogy nem ezeknek az eseményeknek a hatására történik ez a dolog? Tehát az erőszak az elindult olyan tájékoztatás hatására, amely ide jutott. Tehát én ezért szeretném kérni azt, hogy korrektül járjanak el az ügybe, és ezért szeretném kérni a főkapitány urat és a rendőrséget, hogy a hiteles tájékoztatást adja ki ebben a kérdésben, és vizsgálja meg ennek az ügynek a háttereit is. Az elmúlt órákban, ugye egy internetes portálon már tájékozottam arról, hogy ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek, amely többek között ugye felbújtásra vonatkozó kérdésben kéri a vizsgálatot ezzel kapcsolatban. Tehát én azt hiszem, hogy valamennyiünk érdeke az, hogy az ezzel kapcsolatos vizsgálat az történjen meg, és hogyha történt esetleg bűncselekmény. Ha történt olyan, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy a közvéleménynek a tájékoztatását félrevezessék,
akkor vizsgálják meg ennek a büntetőjogi felelősségét. Vizsgálják meg, hogy kik azok az adott személyek, akik ebben érintettek, és vizsgálják meg a kapcsolódásukat is egyes szervezetekhez, akár önkormányzathoz, akár más szervezethez, akár pedig feljebb alkalmasak voltak arra, hogy ez a nem megfelelő híranyag kikerülhessen körmet tekintetében. És akkor engedjék meg, hogy a közös felelősségünket próbáljon meg most érzékeltetni. És ez a harmadik. Én azt gondolom, a sajtónak óriási felelősségem most abban, hogy mi fog történni az elkövetkezendő órákban és napban. Tehát, hogyha a ma estére meghirdetett felvonulás és tüntetés az egy erőszakos cselekménybe is átcsap, akkor én azt gondolom, hogy azok a sajtótermékek, amelyek rossz híret keltettek, amelyek félrevezettek, azok vállalják a felelősséget személyesen is azért, hogyha itt erőszakos cselekmény történik ebben a városban. Tisztelt hölgyek és urak, szándékosan sötét dolgokat hoztam. Sötét öltönybe és fekete nyakkendőbe. Ez egy gyásznap. Gyásznap, mert ez a város nem erről híres. Ez a város a Batthyányiakról híres. Ez a város a jó működő és jó szereplő kosárlabda csapatáról híres. Ez a város a munkáról híres, és nem a botrányairól híres. Mi azt gondolom, hogy azért dolgozunk valamennyien, hogy ebben a városban nyugalom és béke uralkodjon. És kérem Önöket, hogy ebben segítsenek bennünket, hiszen ez valamelyik érdeke. A nyugalom, a béke, mint ami eddig volt a városban. Én azt gondolom, hogy az ideérkező emberek jelen pillanatban nem okoztak olyan zűrzavart, nem okoztak olyan problémát, amelyről ekkora hatalmas port kell felverni, és ekkora gondot kell. Még egyszer mondom, hasonlítsák össze a két dolgot. Kitörött egy ablak, és szándékosan megrongáltak egy emlékművet. És a kettőt helyezzék egymás mellé, és akkor még azoknak a súlyait próbálják meg egy kicsit végiggondolni, úgy, hogy embereket nem is érintett a tegnap előtt történt esemény. Tehát én ezért kértem ezt a rendkívüli sajtótájékoztatót, és kérem azt, és határozottan követelem, hogy a vizsgálatok mindkét ügy részébe történjenek meg, és a felelősséget azokat találják meg, ha vannak, és vonják őket felelősségre. Köszönöm szépen a figyelmüket, ha van kérdés, szívesen válaszolok. Tessék. Két kérdésem van a csalapéteremti. Polgármester úr, tesz-e feljelentést? Én azt gondolom, hogy a feljelentést valaki megtette. Az, hogy én ezeket a dolgokat elítélem, az legyen természetes valamennyiük számára. De nem a polgármesternek kell ebbe az ügybe feljelentést tenni, megtette egy közösség, vagy valaki, aki ezt elvégezte a dolgot. Az én kérésem az, hogy a vizsgálat történjen meg. A város részéről fogunk tenni feljelentést különben, de nem ebbe az ügybe, hanem a zsidó emlékmű. A második kérdésem erre vonatkozna, hogy ez mikor történet, mert... Hát az elmúlt pár hétben történt, tehát pontosan ennek az egész ügynek a kirobbanása utáni időszakra. És ugye mi feltételezzük, hogy van olyan internetes portál, legalábbis Facebookos csoport, amelyik folyamatosan próbál megzavart kelteni, és folyamatosan próbál lázítani gyilkosságra. Kérem, nézzék majd meg. Hitleri jelvények is megjelennek ezen, vagy nézzék meg azt, hogy miket kezdeményeznek ott. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy folyamatnak a kiteljesedése, amely elítélendő valamennyiünk számára. Én azt gondolom, hogy ezzel kell szembesülnünk, hogy ez a folyamat valahol elindult, valaki gerjesztette, és eddig elvezetett. Akkor jól értettem, hogy néhány héttel ezelőtt történt a zsidó... Nem, azért ez közelebbi, tehát az ilyen két héten belül dolog. Amikor a tábor, ezután, amikor kiderült az, hogy esetleg mégis a tábor létre fog jönni, akkor jelezték nekem a városban élő emberek, hogy mi történt. És azóta még nem tettek feljelentést? Mi azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy megoldjuk ezt a problémát. Szerettük volna megoldani.
csak úgy látom, hogy nem tudjuk saját magunk megoldani, tehát ezért is próbáltuk meg most itt először békésebb eszközökkel, és normálisan hozzáállni a város részéről megoldani a dolgot, de mivel látom, hogy ennek nincsen eredménye, éppen ezért azt gondolom, ezért nyújjuk a feljelentést tényhez. Köszönöm. Borsodi Zoltán, nyugat.hu. Azt szeretném kérdezni, felvette ön vagy a munkatársai a kapcsolatot azzal a kézilabda edzővel, a Faragó úrral? Tudom, hogy önnek nem tisztel az ő nevében nyilatkozni, de ha beszéltek vele, kiderült-e, hogy ő mit nyilatkozott, azt nyilatkozta, amit az ATV.hu a szájában adtak, bocsánat a kifejezésért, tehát hogy ilyen irányú információi vannak ebben a stadionban. Nekem csak arról van információm, hogy ő mit nyilatkozott. Tehát arról, hogy ő igazából igazán mit tapasztalt és mi volt, arról én nem vettem fel egészen addig a kapcsolatot, és ez a tegnapi nap estére vonatkozik, amikor szerettem volna megtudni az igazságot. Mert azt gondolom, nekem is jogom van áll tudni az igazságot, és ő egyértelműen elmondta, hogy ő egyrészt nem is nyilatkozott, ilyet nem nyilatkozott. Másrészt ő pedig tudomásom van arról, ez nem tudom, hogy ennek a valóságtartalma mennyi, hogy ő kezdeményezte azt, hogy ezt a nyilatkozatot vegyék le, hiszen ő nem ilyen irányú nyilatkozatot tett. Táncos Mihály, elnézést, a sportoló lányokkal beszéltek-e, hiszen a tegnapi főkapitányi nyilatkozat után azt hangzott el, hogy a rendőrség hazudik, mert hogy a lányokat senki meg sem kérdezte, és ők pánikoltak, illetve hát ami még érdekes, hogy ön is adja a nevét, főkapitány úr is adja a nevét és az arcát ez a történethez, viszont névtelenül nyilatkozó emberekre hivatkoznak, hogy ők bezzeg azt mondták, hogy... Tehát a kérdésem, beszéltek-e a lányokkal, volt-e pánik, egyáltalán észrevettek-e bármit ebből az egészből? Ezzel én személyesen, hogyha a minden egyes problémát kezelni tudnék, akkor biztos, hogy ezt megtenném. De nem nekem a tisztem, hogy kivizsgáljam azt, hogy ott igazából pontosan mi történt, hiszen akkor azért túlnyúlnék a történeteken. Én az ott kapott információkból tájékozódok, amelyek azt mondják, és ezek én is hiteles információknak tudok be, mert azt mondják, hogy semmiféle kapcsolódás nem történt, egy edzésvezetése történt, valaki bement a terembe, elhúzott egy függönyt, és közben betört egy ablak. Még egyet, bocsánat. És utána az edző megállította az edzést, és a lányok rendben hazamentek. Ha a mázat levesszük arról, hogy hatalmas botrány ilyen címmel jelent meg, az számít a bármilyen bűncselekménynek, ha bárki Magyarországon kerítésen, ablakon kívül edzést néz, tehát mondjuk edző lányokat, fiúkat, férfiakat, nőket? Én azt gondolom, ez egyáltalán nem. Hát az, hogy valaki egy edzést néznek, az valahol Magyarországon és mindenhol megengedhető. Mert gyakorlatilag erről van szó? Igen. Köszönöm. Magyari Vájártéjén adok. Polgármester úr, említettem, hogy gyásznak ez a mai program szemben, hogy fegyetében jelent ezek. Nem gondolja, hogy a kormányzati kommunikáció áldozat a város? Én most engedje meg, hogy ezzel ne foglalkozzam. Biztos vagyok abban, hogy mindenki igyekezett a saját maga által tudtakat a megfelelő képpen nyilvánosságra hozni, hiszen én azt hiszem, hogy a kormányzat sem szeretné, hogyha bármilyen probléma történne, ahol ember életek lennének veszélyben, de mindenki azért kell, hogy próbáljon meg dolgozni, hogy ez meg se történhessen. Tehát nekem nincs jogosítványom és felhatalmazásom arra, hogy az ottani dolgokat illetően nyilatkozatot tudjak tenni. Én csak arról tudok nyilatkozni, ami a városban történik. Újjákot 168 szóra a BM ötlete volt, hogy ide helyezzenek egy ilyen távot, vagy pedig a város ment elébe a szándéknak? A város egyáltalán semmilyen szándéknak nem ment elébe. A város az egy BM döntésről értesítették, ez egy belügyminisztériumi terület, és a belügyminisztériumi területen valósították meg a tábort. Tehát aki mondjuk az ATV.hu-ba pontosan
azt érzékelteti, hogy a polgármester asszisztenciájával került ide ez a tábor, az egy, nem mond valóságot, másrészt pedig félrevezeti az embereket szándékosan talán. Nem tudom, ezt a kérdést én felteszem. És mi a logikája, hogy közel van Ausztria, és innen könnyen elérhető? Semmi logikája nincs. Van a belügyminisztériumnak gondolom egy olyan területe, amely területen meg tud valósítani bizonyos tevékenységet. Ennek akkor megkérdezném azt, hogy Bicskének mi a logikája, Vásáros Naménnek mi a logikája. Tehát magyarul biztos vagyok abban, hogy a logikája az, hogy a belügyminisztériumi területen elhelyezett objektum, az itt megvalósítja azt, hogy oda tudnak figyelni rá megfelelő rendben. Milyen szintig tölthető fel ez a tábor? Pillanatnyilag 88 lakóban hallottam. Nekünk tudomásunk 300 főről van. És ezek kifejezetten a tavalyi hullámhoz hasonló menekültek, vagy akiket itt-ott elszúrtan elkapnak a határ mentén? Én azt kérem, hogy mindig is igen. Én azt kérem, hogy azt nézzék, hogy az októberi és októberben történtek, azok egy sokkal ellenőrizetlenebb helyzetet takartak. Tehát, hogyha mi veszélyt akarunk keresni, akkor abban sokkal nagyobb veszély rejlett, hiszen meghatározhatatlan illetőségű és esetlegesen már meghatározhatatlan országban érkező emberek vonultak át annak idején a városon, vagy érkeztek ide és mentek el. A mostani helyzet az szerintem ettől más, hiszen itt is a hiteles tájékoztatást azért mégis a belügyminisztérium jelenti, akik azt mondták, hogy egy regisztráltak, tehát magyarul benyújtották a kérelmüket, és az idegen rendészeti eljárás az folyik, és annak valamikor a vége kell, hogy legyen. Aztán, hogyha megkapják a lehetőséget, akkor eltávoznak, hogyha nem, akkor gondolom mennek vissza oda, amit jöttek. És ez egy záros határ, valószínűleg ezen kívül pedig orvosi vizsgálaton esnek át. Különben van tábororvos is, minden tudomásom szerint, tehát ezzel kapcsolatos ügyek azok, én azt gondolom megfelelő rendben zajlódhatnak ott. Nem látogattam meg a tábor, nem néztem meg a tábor életet, én csak azokat az objektumokat szeretném világosan látni, amelyek a várossal kapcsolatosak. Hogy hatott a helyi lakosság hangulatára maga a tény, hogy lesz egy tábor, vagy átmenő tábor, vagy nem is tudom, nevezhetem? Én nem hiszem, hogy a körmendiek örültek. És hogyha önök a kormányinfóból tegnap hallották, ott jeleztem is, hogy én tiltakoztam a tábor ide a tétele ellen. De én azt gondolom, hogy kaptunk egy feladatot a város részéről, akkor azon dolgoztunk mi, ami a mi feladatunk, tehát hogy a legtökéletesebben meg tudjunk oldani egy problémát. Az, hogy ez az emberekre talán negatívabban hatott, az nyilván azért is volt, mert egyes szervezetek érdekeltek abban, hogy negatív hatást érjenek el, és érdekük az, hogy botrányt keltsenek, hogy lázítsanak, hogy problémát okozzanak, csak azért, hogy ki tudják azt mutatni, hogy mondjuk Magyarországon a közbiztonság az nem megfelelő, és ennek érdekében próbálnak meg tevékenykedést tenni. Ilyen tábor van Bicskén, van máskor is, miért pont, mi a logikája, hogy pont ide helyezték? Szerintem itt a logikát csak a belügyminisztériumi területbe keressék. Milyen szervezet tartom a tüntetést? Elnézést, hogy nem vagyok helyi, nem tudom. Jobbik. Jobbik? És mi az ő fő követelése? Hogy ne legyen tábor körben. Csak akkor felteszem a kérdést, mit keresnek a polgármesteri hivatal előtt. Tehát ha meghatározunk egy célt, és a cél az, hogy azt kívánjuk, hogy ne legyen egy menekültávó körmendben, akkor miért nem oda megyünk, ahol a helyszín van, és miért nem ott próbálunk meg ezzel kapcsolatosan demonstrálni. Mit keresünk egy város kellős közepén,
ahol igazából nem az a tevékenység folyik, hanem teljesen más tevékenységet próbálnak meg az ott élők és az ott dolgozók megvalósítani. Hát nyilván mindenki a maga oldaláról igyekszik a hasznot levenni, politikai hasznot. Nos, eljutottunk az igazságig. Hol is, akkor most mit is teszünk? Egy álhír, egy valótlan tartalmú hír alapján egyes szervezetek megpróbáljuk a politikai használatot learatni. Én azt gondolom, hogy erről van szó itt világosan. Ön nem gondolja azt, hogy most, hogy már mindenki nyilatkozta, hogy ez nem így történt, akkor most délben bejelentik, hogy elnézést mégsem? Ez nem az én feladatom, elnézést. Meg is kaptuk. Kisi. Polgármester úr, csak stilisztikai kérdés. Ön úgy fogalmazott, hogy felszólítja a rendőrfőkapitányságot és követeli a kivizsgálást. Pontosan. Ez most kifejezetten az ablaküggyre vonatkozik, vagy inkább a folyamányára erre a bizonyos... Én azt is kérem, hogy vizsgálják ki az ügyet, igen. És az internetes portálnak a dolgaira is. Én azt gondolom, most azért is szükséges ez, mert a másik oldalon pedig megjelent egy feljelentés, amit kezelni kellene. Hiszen van az ügyészség és a rendőrségnek megfelelő feladata ebben. De hát a rendőrség csak ezután tudja azt kivizsgálni, tehát ez nem az én dolgom, valaki feljelentés. Nem követett el, nem, de most, volt feljelentés. De most van. Mint ahogy úgy tudom, hogy nincs, nem kapott a rendőrség semmilyen feljelentést, se szülőktől, se máshonnan. Most akkor itt kérdés az, hogyha nem történt. Csak egy betört ablak ügyében tudtak, hogy a főkapitány szerint szabálysértés eljárást folytatni. Miért nem várják meg az eredményét ennek? Miért kell ennek hirtelennyében így kipattani? Azért, mert valakinek volt érdeke ebben. Én ezt kérem, hogy ezt a kapcsolódást vizsgálják meg. Azt a kapcsolódást, hogy mi a kapcsolat abban, hogy hirtelen ott terem egy ember, fényképezőgéppel a kezébe, önkormányzattal kapcsolatban álló ember, valamely szervezettel kapcsolatban álló ember, és ad egy számára hiteles tájékoztatást valamelyik internetes portálnak az országban. Mi a kapcsolódásunk? Mi volt az, ami oda vezetett, hogy ez? Kinek mi keresnél valója van ott, akinek nincsen ott dolga?